van egy olyan eleme a visszautasításnak, vagy a szakításnak, ami azt hiszem, hogy a kulcsa is annak, hogy hogyan vészeljük át, vagy miképp tudunk túljutni rajta. Van valami, ami talán segíthet neked akkor, hogyha visszautasítottak, vagy ha szakítottak veled. És ez a valami az, hogy annyira el tudjuk hinni azt, hogy ezért történt, mert nem vagyunk elég jók, mert nem vagyunk elég szerethetőek, mert valami probléma van velünk. Biztos, hogy voltál már így, én is voltam már így. Akkor, amikor elhiszed, hogy nem vagy elég, hogy nem vagy elég jó, hogy valami baj van veled, akkor eltávolodsz magadtól. És pont akkor távolodsz el magadtól, amikor a legnagyobb szükséged lenne arra, hogy ott legyél saját magad mellett, hogy szeresd magad. Hogyha egy barátod, vagy egy szeretted megy keresztül egy traumán, hogyha őt hagyják el, ha őt utasítják el, akkor valószínű, hogy te mellé állsz, és nem pedig azon kezdesz el gondolkodni, hogy neki milyennek kellene lennie, és nem kezded el a fejére olvasni az összes hibáját, meg állítólagos problémáját, és elővenni az összes szörnyet, ami a szekrényében van, hanem leülsz mellé, megfogod a kezét, és azt mondod, hogy itt vagyok, és hogy túl fogjuk ezt is élni, és elmúlik majd, és lesz majd holnap, és talán most nem tudod elképzelni, de szeretve is leszel még, és te is szeretni fogsz. És olyan csodák történnek majd veled, amiket most ebben a pillanatban elérhetetlennek érzel, de akkor is ott vannak a jövődben. Ezt mondanád neki nagyjából, vagy jó lenne, ha ezt az ember ki tudná mondani. És ezt, amit másnak is kimondanál, és szívből mondod, ezt magadnak ugyanolyan fontos megtenni. Odaülni magad mellé, és azt mondani, hogy szeretlek. Így szeretlek, ahogy vagy. És megkeressük azt az utat, ami a boldogsághoz vezet, és úgy tűnik, hogy nem ez volt ez az út. Nem fogod utálni magad azért, mert valaki szerint nem te vagy az igazi, vagy nem te vagy az alkalmas arra a munkára, vagy arra a feladatra. És így tovább. Neked ott vagy te. És az az utad, mindaz, ami belőled származik, majd meg fogja mutatni magát. És igen, most fáj. És ezt a fájdalmat is el tudod viselni. És túl is tudsz jutni rajta, és erősebben tudsz kijönni a végén. Mert megéri, mert érdemes, mert te megérdemled. Ha van valaki, akinek úgy érzed, hogy segíteni ez a videó, akkor kérlek, hozd meg vele, és látogass el ide máskor is. Szeretettel várlak.